Szervusztok, köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Belecsapunk, mert itt az idő, csak nyugodtan cuccoljatok le, meg érkezzetek meg. Üdvözöljük a síelőket, akik nincsenek itt, de reméljük, hogy jól vannak. Na szóval, talán emlékeztek, múltkor ott a Virsliben beszélgettünk a kiégés témájáról. Az előzményekhez éppen csak néhány mondatot szeretnék fűzni, azért, ha valaki éppen most van először, akkor tudja, hogy miről van szó. Vagyis arról beszélünk, hogy létezik egy olyan belső sebzettségvilág, ami könyörtelen mérték, túlzó kritikusság címen nevezhető meg. Ennek a világnak a lényege és az alapvető logikája az az, hogy belül érzünk egy nagyon erőteljes késztetést arra, most így mondom nagyon egyszerűen, hogy maximalisták legyünk és perfekcionisták. Nem elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem a valamikor kívülről érkező elvárások már belsővé lettek, ezeket már belső eszményként, ideálként éljük meg, és ezeknek akarunk belső késztetésből megfelelni. Állandó teljesítménynyomás, időszorítás alatt élhetjük meg magunkat, és a belső logikánk így szól, dupla vagy semmi, mindent vagy semmi. A 99% nálunk nulla, és ha valamit tökéletesen csinálunk, az a minimum. Tehát a 100% egyenlő minimum. És közben pedig, ami miatt nem vagyunk jól, az az, hogy mindenhez egy föltételes mód kapcsolódik, ha tökéletes lennék, tökéletesen csinálnám, és, na talán akkor szeretnének, talán akkor elfogadnának, talán akkor értékesnek tarthatnám, na, értékesnek tartanának, és akkor talán én magam is elhinném nekik, hogy tényleg értékes vagyok, ami persze nem történik meg. Hát ebből a világból indultunk ki, és így jutottunk el a kiégésig, amit nagyon fontosnak tartok, hogy ezt megint csak hangsúlyozzuk, hogy a kiégésnél messze túl van már a szakirodalom azon, hogy arról beszéljünk, hogy segítő foglalkozásúak veszélyeztetettek a kiégésben. Mert bárki ember, fia vagy lánya veszélyeztetett a kiégésben. Tehát a kiégés nem válogat, és hogy ki tudunk égni szociális munkásként és feleségként, ki tudunk égni papként és anyaként, számtalan módon ki tudunk égni, mert, és akkor itt erről beszéltünk, hogy van néhány alapvető általános ismérv. És akkor elkezdtünk egy folyamatot nézni, a folyamatnak a lépései, van bennünk egy jóra, igazra való törekvés, így is nevezhetnénk, hogy teljesítményre való törekvés, és ez valamikor kényszerré válik bennünk. A második lépés azért, hogy mégiscsak meg tudjunk felelni a saját belső igényességünknek és elvárásunknak, fokozott erőfeszítéseket teszünk. A fokozott erőfeszítések nem vezetnek eredményre, ezért honnan veszünk el még időt és energiát, saját szükségleteink elhanyagolása következik, majd pedig a saját szükségleteink elhanyagolása már bennünk tartóssá tesz lelki, érzelmi, fizikai túlterheltséget és állapotot, és elkezdünk saját magunkkal küzdeni és harcolni. Vagyis a fizikai, érzelmi és egyéb jeleinket és jegyeinket rosszul értelmezzük, és azt gondoljuk, mint ahogy a reklám mondja, hogy nincs időm a fejfájásra. Pedig ha most éppen valamire időt kéne szánnom, az én magam vagyok, akinek éppen fáj a feje. Nincs időm a betegségre. Pedig most éppen a betegség azt az üzenetet hordozza, hogy most már tényleg valamit másképpen kéne csinálni. És így eljutottunk az ötödik pontig, emlékeztek, az értékrend megváltozása. Az értékrend megváltozása nem elvi megváltozás, nem valami elméleti vagy teoretikus dolog, hanem nagyon is gyakorlatilag. Le is ülök ide. Mi az, hogy az értékrend megváltozik? Megváltozik bennem szinte minden, és azt lehetne mondani, emlékeztek, ezt a címet adtuk ennek a lépésnek vagy szakasznak, hogy mehetett el az ilyen papnak?
Ez volt a címe, és akkor a pap helyett behelyettesíthetünk bármit. Hogy vállalhatott az ilyen gyereket? Minek lett ebből apa? Miért ment el orvosnak? Miért ment el, és akkor ide bármi? Nővérnek, rendőrnek, taxisnak? A kiégés nem válogat. És akkor hoztuk egymás után a pontokat, hogy ez mit jelent, és így néztük, hogy itt vagyok én 5. fázisában a kiégésnek, akkor ne legyen fehér. Mert ez már elég sötét. Itt van a jóra való rendes másik, aki éppen találkozik velem valamilyen helyzetben, mondjuk anyaként ő a gyerekem, papként ő a hívő ember, orvos vagyok, akkor itt van egy beteg ember, és a többi. És itt van az az önmagam, aki nincs kiégve. Aki valamikor azt mondta, nincs is annál szebb, mint papnak lenni. Hát az gyönyörű. Teherszállító kisiparosként dolgozni, nincs is annál szebb. Ismeritek ezt a kedves embert? Jaj! Nem. Tudjátok, költöztetett. És akkor azt mondja, én rászoktam szólni a munkatársaimra. Mert a munkatársaim, mikor azok, akik költöznek, a következőt mondják. A böhöm nagy háromajtós szekrényt fölvisszük a negyedikre, és azt mondja a férfi, hogy akkor ezt a középső szobába tegyék le az ablak mellé, és lerakjuk. És utána fél óra múlva azt mondja, hogy mégiscsak a kis szobába tegyék át az ajtó mellé, akkor általában a munkatársaim itt ülve azt mondják, na jó, most lett elegünk. Döntse már el, hogy azt a rohadt szekrényt hova rakja. Hát ne velünk szórakozzon. Hát mi vagyunk mi? Paprika Jancsi. Ezt a szót derég mondtam ki. És akkor ő azt mondja, nem. Én itt ülve nem veszítem el a kapcsolatomat azzal a teherszállító kisiparossal, aki azt hivatásszerűen magas ideálokra vezettetve végzi, és a következőt szoktam mondani, álljatok csak meg, tudjátok ti mi az költözni? Hogy valaki olyanná válik, mint amikor egy fát, már 20-30-40 éve él ott, gyökerestül kivesznek a termő közegéből, és most éppen csak, hogy lerakták őt valahova. Miért kellene tudni ebben az új világban, hogy hol a helye? Az a normális, hogy nem tudja. És ebben a rettenetesen nehéz élethelyzetben mi vagyunk ott. Teherszállító kisiparosok. Mi vagyunk az ország mentálhigiénés alapbázisa. Mi, akik a szekrényeket hozzuk, visszük. Ő itt egy mentálhigiénés fuvaros, annak minden gyönyörűségével, aki el tudja érni azt a belső világot, amiért ő azt mondta, érdemes szombatonként költöztetni. Hogy nem csak a pénzről szól, van itt valami több. De amikor a kiégésben vagyunk, na őt szoktuk elveszteni. Elvesztjük szem elől. Nem tudjuk vele a kapcsolatot fönntartani, és egyszer csak, és akkor emlékeztek, csak gyorsan akarom ezt, nem tudom, hogy gyorsan akarom, mert most ezt hogy akarom? Az elégséges idő fölhasználásával szeretném mondani. De nem akarok több időt szállni rá, mint amennyi. Muszáj. Szóval emlékeztek, itt olyan gondolataim támadnak, amik tökéletesen ellentétesek azzal, amik itt támadnak. Teljesen ellen. A kóla élni akar. Ne igyál meg. Küzd a létezésért. Na, így van a kiégett személy is. Megpusztulok mindjárt. Jön a kliens, a költöző, az akárki, és a gondolataim ugye egy megváltozott értékrendet kezdenek el tükrözni, azzal szemben álló értékrendet.
nem elviekben gondolom, hogy ez a nagy igazsága az életnek, ezek a gondolatok jutnak eszembe. Például most még egy gyónó bejön, meg fölordítok. Most, ha még egy misét kell mondanom 24 óra alatt, tudjátok, mikor az 5. vagy 6. misét mondott 24 órán belül, hogy az sok. És egyre nehezebb ahhoz az önmagamhoz találni, aki azt mondja, hogy a Szent Misénél nem tudom, hogy tudok-e valami nagyszerűbbet csinálni. Nem biztos, hogy tudok nagyszerűbbet csinálni, de itt nem ezt gondolom, hanem azt gondolom, hogy megint egy mise. Ezt nevezzük az értékrend megváltozásának. És itt azt érzem, hogy kimerültem, hogy ordíthatnékom van. Hogy elegem van, hogy fáradt vagyok, hogy kimerült vagyok, hogy unom. A hétfő reggeli misét nem kérem. Azt gondolom, hogy ha valaki vasárnap rendesen oda tette magát, hétfőn reggel ne kelljen ugyanazzal folytatni. Úgyhogy közte csak egy alvás van. Tudjátok, hogy itt az a megélésem, hogy miséztem, lefeküdtem, fölébredtem, misézek. De itt azt mondom, hogy hogy szavakkal nem tudom elmondani, hogy mekkora megtiszteltetés, hogy én ezt csinálhatom. A méltatlanságom teljes tudatában. De itt más gondolataim és érzéseim lesznek. Itt nem vagyok emelkedett, hanem letört vagyok. És aztán ehhez kapcsolódnak, úgyhogy gondolatok, érzések, szelektálom az emlékeket. Itt már azt mondom, megint egy karácsony. Nyakunkon az ünnepek. És visszaemlékszem, hogy hogyan szoktam elfáradni adventben és nagybőjtben. Azután itt megváltozik a motiváció. Itt azt mondom, hogyha orvos lehetnék, én ennél többet nem tudok elképzelni. Embereket gyógyítani. Nem, ez a szavakkal elmondhatottan, hogy az micsoda. És itt pedig azt mondom, hol nincsenek betegek? Létezik a Földnek olyan pontja, ahol nem léteznek betegek. Egy ilyen világban szeretnék élni, betegtelen világban. Hát a motiváció is teljesen megváltozik. Megváltozik a cselekvésre való készségem, de ezt nem akarom hosszabban mondani, mert ezt majd még akarom ragozni. A szociális érzékenységem előjelet vált. Mert emlékeztek, ott az van, hát most látom, hogy a feleségem ki van. Nem az, hogy ki a feleségem, nem így akartam. Hanem, hogy nagyon oda van, hogy fáradt és kimerült. Ha valakire nézek, sose értsétek félre. Na. De tényleg, akkor nézem a feleségem, ugye? És akkor szóval. És mikor itt vagyok, és nézem a na. Beleélhetem magam egy pár percig. Nézem a feleségem, és látom, hogy fáradt, és éppen csak, hogy ide tudta vonszolni magát, és kimerült, és tele leszek együttérzéssel. Nagyon. Sajnos azonban ennek vége szakad. És átülök ide, és azt mondom, ha most belekezd, sikítófrászt kapok. Nem, ha elkezdi mondani, hogy a gyerek, tehát egy ilyen mondatot elkezd mondani este 10-kor, hogy a gyerek vagy, mikor csak úgy mondjuk itt a feleség. Azt mondja, szeretsz még egyáltalán? Ezt nem! Nem! 20-valahány éve házasok, és éppen utaztak vidékről Pestre. A férfi vezette az autót, a nő ült mellette, és elrévett. Nem eltévedt, csak révett. A következőt mondja, úgy bele a nagy világegyetembe, az univerzumba.
Számodra mi az élet értelme? A férje ránézett, azt mondja, nem szeretkeznénk inkább? Ez két külön világ. És arra gondolnék, ez megtörtént, csak a szeretkezés szó helyett egy másik kifejezést használ. A képzelő tehetségetekre bízom, hogy melyiket. Egy férfiről beszélünk. Szóval, itt, amikor a feleségem abban a pici pihenő időben, amíg vezethetem az autót, és nem kell semmit csinálni, csak fa, tó, fa, sávváltás, előzés, index, sávváltás, előzés, fa, ez egy férfinek nagyon jó. Szeretünk így élni. Megnyugtat bennünket. És ebbe az idillbe föltenni ezt a kérdést, hogy mi az élet értelme, hát ez övön aluli. És ezt meg is értette a férfi. Szóval ez övön aluli volt. Ja, övön aluli. Jó, szóval itt azt lehetne mondani, hogy ellentéte vagyunk annak az önmagunknak. De ez ebben a cifra, hogy mind a kettő mi vagyunk. Csak itt ülve, a kiégés ötödik lépésénél őt nem érem el. Nem érhető el. Megváltozik tehát a motiváció, a gondolkozás, az érzés, az emlékezés, a kapcsolati készség, nincs erőm együttérzőnek lenni. Nem akarok belegondolni abba, hogy te hogy vagy. Nem, még ahhoz sincs kedvem, hogy ezen elkezdjek gondolkodni, hogy most mi fáj neked. Nem érdekel, mi fáj. Hadd legyek egy kicsit, csak hagyd bámuljam a tüzet. Ezzelem. Na szóval, nem tudom elérni ezt az önmagamat. Tehát az értékrend megváltozása nem elméleti, hanem gyakorlati. Vagyis egyszerűen erre csodálkozom rá, hogy mintha kifordultam volna magamból, mintha megváltoztam volna. Nem találom azt az önmagamat, akit továbbra is szeretek. Még tudom, hogy van. Szívem szerint olyan lennék, de itt már nem tudom, hogy azt hogy kell csinálni. Hogy mitől gondolnám megint úgy, ahogy ott vagyok, és mikor, hogy érezném úgy, és hogy lennék megint motivált, és nem tudom elérni. És így emlékeztek talán, hogy egy párkapcsolati összefüggéssel fejeztük be, hogy eddig a kiégés és a család témáját boncolgattuk erősen. Most a kiégés és a társkapcsolat... Egészséget! Te voltál! Jó! Akkor is! Hogy most a kiégés és a társkapcsolat összefüggését szeretném egy picit boncolgatni, párhuzamokat megnézni veletek együtt. Na, ez akkor mit jelent? Kezdem a párhuzamozást. Első. Ha megváltozik az értékrend, mi van a háttérben? Ugye, ha szerelemből házasodunk, akkor ott megjelennek az ideálok és az eszmények. És a szó szoros értelmében, ahogy beszéltünk, ki az, aki fenyegetett a kiégésben, hát akinek magas ideájai vannak, vannak eszményei. Ezeket számon is akarja magán kérni. Most a szerelemnek mi a belső logikája? Hogy idealizáljuk egymást, eszményítjük egymást, rajongva tekintünk a másikra, és nem, de jól esik, mikor én férfiként azt hallom, hogy a feleségem azt mondja. Szóval, idealizáljuk egymást, és férfiként hogy ne esne jól, hogy pont az a nő, az, akiben szerelmes vagyok, akiről azt mondom, hogy életemnek a...
ez egy szakkifejezés volt, hogy pont ő néz rám rajongó, eszményítő tekintettel. Örül a szagomnak. Na! Hogy amikor elmegyek, fölveszi az izzadt ingemet, hogy velem legyen. Na! Vannak saját élmények. Szóval megtörténik, magas ideálok, eszményítés, a kultúra ezt nagyon megerősíti, az igazi. Mi az igazi? Igazi, keresem az igazit, és átélem, hogy én az igazi vagyok. Nagyon jó esik ebbe fürdőcskén, jó, az igazi, és hogy nem csak azt akarom, hogy te legyél az igazi, jól esik, hogy valaki úgy néz rám, hogy én vagyok az igazi. De jól esik ezt elhinni, hogy ez lehetséges. Jaj, de szép, de szép. Na, de szép. Remélem, ez sokáig tart. Azt hiszem, hogy nem akarok már mást mondani. Na szóval, megtörténik, hogy magas ideálok, eszmények, és a többi. Mi történik itt? Ezzel együtt a csecsemő anya kapcsolat elevenné válik. Erről már sokat beszéltünk, csak utalni szeretnék rá. Vagyis ténylegesen úgy tekintek rád, hogy te egy szemében mindent én nekem meg tudsz adni. És te is azért vagy olyan boldog mellettem, mert azt mondod, találtam egy férfit, aki mindent meg tud nekem adni. Na ez az eszményítés. Ez az idealizálás. És ez nagyon-nagyon jól esik nekünk, hogy kölcsönösen ezt gondoljuk egymásról. Jaj, de jó. Az idealizálást azonban az évek hosszú során át föntartjuk. Az idealizálást olyan értelemben, mint hogy a kiégésben fenyegetett és veszélyeztetett ember sem kezd el az ideáljaira kérdőjeleket tenni. Például, emlékeztek, ki az, aki fenyegetett a kiégésben, aki azt tudja mondani. Nagyon jó, hogy vannak ideájaim, de nem kell őket elérni. Afelé haladok, de elérnem nem kell. Vannak eszményeim, hogy szeretnék orvos lenni, de sosem leszek tökéletes orvos, de nem is kell tökéletes orvosnak lennem, mert az lehetetlen. De ha valaki az eszményítés, az idealizálásban azt gondolja, hogy a tökéletesség elvárás, amit saját magán számon kell kérni, ő fenyegetett lesz a kiégésben. És mi az, amit a társkapcsolatban ipari méretekben csinálunk? Az idealizálást és az eszményítést elvárjuk. Folyamatosan elvárjuk egymástól és kölcsönösen. Pontosan az történik, ami a kiégésben fenyegetett és veszélyeztetett személyeknél, hogy nem tesszük azt a megkülönböztetést. Igen, szeretném, ha mindig úgy bújnál hozzám, mint az első hónapokban. Na azért nem az elsőben, mondjuk ötödiktől. Úgy bújj, de mikor megérkezem, azt szeretném, hogy te mindig örülj nekem. Hát mondjuk van is kinek. Na. Ez az idealizálás. És amikor nem ez történik, akkor mi történik az idealizálással? Föntartom és elvárások formáját ölti. A kiégett személy is a saját ideájainak meg akar felelni. Elvárja magától, azt mondja, ez a minimum. És ettől egyre erőtlenebbé válik, mert ez realitásvesztéshez vezet. Az az érdekes, akármilyen furcsán is hangozhat ez, hogyha a szerelem belső logikája mindenféle reflexió nélkül működik egy kapcsolatban, akkor nagy valószínűséggel, hatalmas lépésekkel haladunk a kiégés felé. Ha te szeretnéd jól csinálni, mondjuk elképzelem, hogy ti, akik itt vagytok, szeretnétek jól csinálni, ugye igényesek vagytok, akkor még fenyegetettebbé váltok. Mert az azt fogja jelenteni, hogy ténylegesen rengeteg időt és energiát próbáltok beletenni azért, hogy ez jó legyen. Há. És ez minek az árán fog tudni megtörténni? Hát nyilván saját magunkat kell elhanyagolni. Hát csak úgy tudok mindig rendelkezésre állni, csak úgy tudok mindig együttérzőnek lenni, csak úgy tudok mindig meghallgatni téged, csak úgy tudom azt mondani, hogy legyen úgy mindig, ahogy te akarod.
Hát csak a saját szükségletem elanyagolása révén. De máshogy nem tudom csinálni. Mert elvárom magamtól és tőled, hogy mi ilyenek legyünk. És nem az eszmény, és nem az ideál az, ami helytelen, hanem az ahhoz fűződő viszonyunk. Hogy ezt elvárássá tesszük magunk, vagy a másik felé. Ez az első, nagyon lényeges párhuzam. És nézem a jegyzetem, mert pici logikai menetet írtam föl, és akkor hát, ha ez számít nektek. Nem tudom, nekem nem tudom, hogy számít. Mindegy, nem, én nem vagyok fontos. Aha. Ide hoznék még egy párhuzamot, hogy a társkapcsolatban a csecsemő anya viszony logikájának a fölerősödése és megjelenése miatt, annak minden érzelmi következményével tulajdonképpen mi lesz az az alapvető stratégia, amit elkezdünk akarva, akaratlanul erőltetni? Ez az, hogy változz meg. De ennek mi az én felém eső része? Neked azt mondom, változz meg. Magamnak meg azt mondom, én nem tehetek semmit. Hát én jól gondolom el az életet. Ezek az ideálok, eszmények rendben vannak. Én akkor lennék jól, ha te végre megint olyan lennél, mint az első évben. Tulajdonképpen egymást igyekszünk kölcsönösen megváltoztatni, ami eleve egy kudarcra ítélt vállalkozás. De ennek az én felém eső része hallatlan, egyértelmű párhuzamokat mutat a kiégés felé menetelő emberével, aki azt mondja, hát én nem tudom, hogy én mind változtathatnék. Hát nem, meg kell, nyomni kell, csinálni kell. Itt vannak a betegek, itt vannak a hívők, itt vannak a bútorok, nyomni kell, csinálni kell, nincs mese. Hát én mind változtathatnék, nem tudok változtatni, hát ha a környezetem talán olyan csodás módon megváltozna, az lenne a jó, a férjem úgy hirtelen, úgy rájönne, hogy hogy is kéne élnie, az jó lenne. Már rég nem úgy csinálja. Tehát ez a következő párhuzam. A kiégettségben fenyegetett ember lemond a saját cselekvőképességéről. Elveszti a legelején ezt a belső szabadságát és kreativitását, és attól kezdve nyomorultan fut az események után. Egy társkapcsolatban nagyon gyakran ez történik. Lemondunk a saját szabad, kreatív megoldásainkról. Na, ez első pont. Második. Ugye beszéltünk arról, hogy a kiégésben fenyegetett ember tapasztalati világát megnevezhetjük úgy, hogy nagyon sok erős stressz helyzet. Vagy folyton folyvást fönnálló stressz, ami túl sok érzelmi kimerültség, túl terheltség. Ugye ezekről beszéltünk, ez mindig megjelenik. És közben pedig tenni akarás. Egy társkapcsolatban eljutunk oda 2-3-4 év után, hogy olyan fönnálló konfliktusaink lesznek, amelyek krónikus stresszforrássá válnak. Hazamegyek, és azt egy hatalmas stressznek élem meg. Emlékeztek erre a fordulatra? Egyrészt a családi kapcsolatrendszerben is mondtam, hazamegyek, és azt várom, hogy mindenki szeressen, és biztosítsák a munkához szükséges föltételeket. Nem maceráljon engem a feleségem. Jószerivel a gyerekek sem. Akkor jó egy gyerek, ha nincs szükség az apjára. És hogyha az apa szükségleteit maximálisan figyelembe veszi. Tehát akkor jön csak kedvesen, aranyosan, illatosan, babaszaggal, amikor az apjának erre éppen fogékonysága van. Ez nem így szokott lenni. Vagyis a saját családunk elkezd bennünket zavarni, és pont nem látlak téged, ez zavar. Hogy... Tehát erről beszéltünk, hogy a saját családunk elkezd zavarni, mert úgy érezzük, hogy nem biztosítják a számunkra fontos föltételeket, de itt az történik, hogy a saját férjünk, feleségünk kezd el irritálni. Pulzusszámokat mérnek házastársi konfliktusok esetén. Tudjátok, hogy
Ezt megkérdezem. Tudjátok, hogy hány nyas pulzus számig lehet fölmenni egy átlag embernek stressz hatására? A sok az egy jó irány. Ugye, hogyha valaki mondjuk egy jó sportoló, sokat sportolt, a pulzusa fölmegy 200-ra. Ugye ezt tudjuk. Egy átlagemberé nem föltétlen megy föl. De egy sportoló 200. Stressz helyzetben fölmegy 240-re. 240. Nem tudok olyan fizikai erőfeszítést tenni, hogy fölmenne 240-ig a pulzusom, és stressz hatására fölmegy. De az egészben az a trükk, hogy amikor stressz helyzet hatására emelkedik meg a vérnyomás és a pulzusszám, nem kapok róla visszajelzést. A szervezetem nem ad visszajelzést. Ezért úgy érzem, hogy tulajdonképpen minden rendben van. Jó, hát kicsit úgy. Kicsit úgy csőlátásom van, szelektív emlékezésem, nem hallok annyira, de ennek nem tulajdonítok jelentőséget. Szóval, maga a házastársi kapcsolat válik stresszforrássá. A kapcsolatban ér annyi stressz, és ez nap után megtörténik, hogy újból és újból és újból és újból kialakulhat kölcsönös neurotikus allergia, amitől pedig megőrülünk. Ugye a kölcsönös neurotikus allergia előbb-utóbb nagy valószínűséggel kialakul. Vagyis akarva akaratlanul olyasmit csinálsz, ami az én gyerekkori sérülésemet előhívja. És olyankor lemegy nálam a roló. De hogy lesz ebből kölcsönös neurotikus allergia? Hogy az erre adott válaszom pontosan a te gyerekkori sérülésedet teszi aktívvá, amire nálad megy le a roló. És két zombivá válunk, akik harabdálják egymást. Lehet, hogy az egyikünk nem zombi, hanem vámpír. Hát mondjuk, kinek mire van gusztusa, tehát egy zombi és egy vámpír. Este 10-kor. Ez történik velünk. És egyáltalán nem látunk ebből kiutat. Tehát maga a társkapcsolat már-már elviselhetetlennek tűnő konfliktus és stresszforrássá válik. Ez döbbenetes feszültségben van azzal, ahogyan neki láttunk, hogy ez nagyon jó lesz, és én vagyok a cupp az éjszakában. Hogy én vagyok a csúcs és a cool. Vagy cool csúcs. Vagyis létrejön egy olyan világ, ami egyértelműen rengeteg párhuzamot mutat, mondjuk egy olyan munkahelyi környezettel, ahova nincs kedvünk már bemenni dolgozni. Ahol úgy érezzük, hogy meg kell felelni, muszáj, belső késztetésből tesszük, de ahol már nincs erőnk nekiállni, csak úgy hagyjanak minket békén, csak... Újabb párhuzam. Következő. Emlékeztek, hogy egyedül nem lehet kiégni. A kiégés mindig egy rendszer szintű probléma is. Amikor egy társkapcsolatban vagy a családban megjelenik a kölcsönös neurotikus allergia, az egy rendszer szintű probléma. Tegnap tartottam egy előadást este szakembereknek, és a következő kérdés merült föl. Na akkor mi van, hogyha a nő egyik alapvető szükséglete, ez lehet mondjuk intimitás szükséglet, lehet mondjuk a nő extravertált és szeret sokat kommunikálni, gyökeres ellentétben van a férfi intimitás szükségletével, mert a férfi meg introvertált. Hallottatok már ilyesmiről? A férfi szöszmötöl a garázsban. Gyanúsan nem jön föl. Mit lehet a garázsban ennyit szöszmötölni? A férfi fölér, és azt hallja, hogy a felesége telefonál. Fél óra múlva is telefonál. Egy újabb fél óra múlva
telefonál, közben lerakta, de most megint telefonál. Most kit hívtál? Hát hogy kit? Nekem vannak emberi kapcsolataim veled ellentétben. Na. Szóval. Egy társkapcsolatból kivehetetlenek a rendszer szintű problémák. Nem úgy van, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, pont találok egy olyan nőt, hát ebben még belegondolni is jó, akivel nem lesz egyetlen rendszer szintű problémás. Tényleg egy hirdetést adok föl. Rendszer szintű problémát nélkülöző hölgyek ismerettségét keresik. Éppen a társkapcsolatnak a minősége miatt, hogy ott az egy szoros emberi kapcsolat szokott általában lenni vágyaink szerint, amiben valami szerelem megjelenik, és a többi, ez meleg ágya lesz annak, hogy az elvarratlan szálak gyerekkori sérülések aktívvá váljanak. Ezért is lehetséges az, milyen érdekes, hogy az értékrend megváltozása nem elméletben, hanem gyakorlatban, hogy a barátainkkal milyen normálisak tudunk lenni, a férjünkkel viszont nem. Olyan nagyvonalúak tudunk lenni a barátnőinkkel, vagy a barátainkkal, és a feleségünk egyetlen rossz mozdulatától fölmegy a vérnyomásunk. Miért? Azért, mert ez itt egy másik kapcsolat mi bennünk. Ez itt elevenné tesz egy csomó gyerekkori sérülést. Emlékeztek, aztán talán a 7. pont volt, kik fenyegetettek a kiégésben. Azok, akik sok gyógyulatlan, kezeletlen, ápolatlan gyerekkori sérüléssel élnek. Mert a kapcsolat ezeket elevenné fogja tenni. Akarva, akaratlanul. Sőt, az egészben a csavar az, hogy eleve olyan valakibe leszek szerelmes, akivel a sebeinkben is valahogyan tudunk illeszkedni egymáshoz. Nem tudom, hogy ez deríte benneteket jó kedvre. Tehát, mikor kialakulnak a rendszer szintű problémák a társkapcsolatban, ez nem pech vagy szerencsétlenség, nem kellene felelősöket keresnünk, hogy kiszúrta el, mert ez így természetes. Ez óhatatlanul megtörténik, akarva akaratlanul így lesz. És ez ugyanígy van, egészségedre. Vagy nem tudom, ez mi volt, de... hogy szerintetek létezik olyan munkahely? Egészségedre. Most már tudom, hogy ez trüsszentés volt. De tudod a jó tanácsomat? Ezt most, mint mentálhigiénés szakember szeretném mondani. Hát te olyan jóságosan trüsszentesz, tudjátok, hogy nem érdemes visszafogni. Ezt ne csináljátok. Mert több mint 100 km per órás sebességgel indul el a belső tartalom. Tehát, hogyha ezt bedugózod, akkor hova tud távozni ez a belső világ? Nem mondjuk, hogy sehova, mert azért ennél leleményesebb az emberi test. Hát két helyet tudunk ilyenkor megtalálni. Homloküreg, arcüreg. Képzeld, de 100 km per órás sebesség. Tehát, hadd jöjjön ki. Ez nem ellenérve a zsebkendővel szemben, tehát lehet úgy is, hogy zsebkendővel kombinálom ezt a megoldást. Tudjátok, ez lehet, hogy furcsán hangzik, de ezt egy orvostól tanultam. Tényleg, olyan azt mondja, Feri, a te egészséged nekem nem mindegy. Zsebkendő és hadd szóljon. Szóval... Annál a kérdésnél kezdtem el időzni, hogy szerintetek létezik olyan munkahely, amelyben nincsenek rendszer szintű problémák? Létezik olyan egyház?
Hát a katolikus egyház biztos nem olyan. Ezt saját tapasztalatból állíthatom. Ha tudtok olyan felekezetet, amelyben nincsenek rendszer szintű problémák, szóljatok. Nem mennék át oda, csak megnézném. Tényleg okulásra, hogy ezt, hogy kell ezt csinálni. Vagyis az a realitás, hogy az a normális és természetes, hogy egy kapcsolatban, vagy egy munkahelyen rendszer szintű problémák fognak föllépni. Ezért lenne nagy szükség az aktív, kreatív, szabad részünkre, amit éppen a kiégés folyamatában elvesztünk. Hát pont a kreatív, aktív, szabad részünknek kell azt mondani, hogy fogd be a szád, hogy a teljesítményeknek meg tudjunk felelni. Azt mondjuk azonnal tűnjen innen, mert te most pihenni akarsz, hát tudod ki ér rá. Most mi van, rajzolni akarsz? Takarodj innen. Most elmennék 2 napra pihenni? Hogy? Adventben. Szóval rendszer szintű problémák természetszerűen kialakulnak, és elkezdenek bennünket maguk alá temetni. És a társkapcsolatban ez mindenképpen megtörténik. És emlékeztek, a kiégésnél a rendszer szintű problémákat nem tudjuk megfelelően ezekre válaszolni. Ez nem volt egy értelmes mondat. Nem. Hiszen elkezdünk beszűkülni. Szép lassan, már csak az itt és most van. Pillanatnyi egyensúlyunkkal tudunk törődni. Ennyi marad. Ez pont ellentétben áll azzal, hogy hátralépjek, és rendszer szinten nézzem meg, hogy mi történik, és hogy zajlanak a dolgok. Hát dehogy is örülök, hogy életben vagyok. Következő? Ajjaj. Hogy is mondjam ezt? Carl Gustav Jungnak volt egy alapkijelentése. Azt mondta, hogy egy kapcsolatban létezik egy alapkonfliktus, ami sosem oldható föl. Nem csak alapigazságok léteznek, hanem alapkonfliktusok is. Alapdilemmák, ezek nem oldhatók föl, mert a létezésünk alapjaihoz tartoznak. Például egy kapcsolatban képzeljük el, hogy egy olyan nő vagyok, most ezt elképzelem, ez kell nekem a narancs színű szék. Egy olyan nő vagyok, akinek az apja alkoholbeteg. Én nem, kislánykoromban nem tudtam, mi az, hogy alkoholbeteg, csak azt láttam, hogy apa néha más, mint máskor. Akkor mindig olyan félelmetes volt és kiszámíthatatlan. Nem tudtam, hogy akkor mi fog történni. És akkor néha kiabált is, de ezt én nagyon szégyeltem, és erről nem lehetett beszélni. Anyával se beszéltünk róla, és én azért nem beszéltem róla, tulajdonképpen erről most beszélek először, mert a anya szemében láttam, hogy fél. És akkor arra gondoltam, hogy hát akkor kitől kérdezzem meg, ha anya is fél. És akkor nagyon, nagyon egyedül éreztem magam, és hát próbáltam bújni ilyenkor, elbújtam, ahova lehet, de hát aztán volt, hogy nem lehetett elbújni, hát ha apa kiabált, akkor nem lehetett hova menni, és akkor néha ott összetört dolgokat, de biztos máshol is így van. Most ebben bizonytalan vagyok, de hát szerintem biztos másokkal is ez így volt. Hát igen, és tulajdonképpen nem szerettem az iskolából hazamenni. Én kértem anyát, hogy hagyd legyek napköz is. És akkor... Mit tanultam meg kislányként? A bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot és a félelmet. És miután a szerelem a teljes személyiségemet mozgósítja, ezért a sebzettségeim is mozgósításba lendülnek. És kibe leszek szerelmes? Egy megbízható férfiben. Egy kiszámítható férfiben. Egy lelkiismeretes férfiben. Aki...
Mi az alapdilemma? Az alapdilemma az, hogy vagy egy szenvedélyes, erotikus viszonyt szeretnék házasságig vinni. Ez ilyesmi? Ez még semmi. Na, arra. De hát, ha én egy olyan nőt választok, aki a végzett asszonya, akiért bolondulnak a férfiak, aki ha megjelenik, akkor ha én egy ilyen nőbe szeretek bele, hajjaj, mi van a biztonsággal? Akkor jegyet váltottam a félelemre. Hát egy ilyen nő mellett nincs biztonság. Milyen biztonság? Hát az adja a varázsát, hogy tud csábítani. Hát megbillegteti magát, és... Hát én is ebbe szerettem bele. Ez az egyik. Az egyik véglet, hogy keresek egy biztonságos férfit, vagy biztonságos nőt, egy anyát. Anya. Tehát férfiként megsérülhetek, relatív elhanyagoltság, szeretetlenség, agresszió a családban, keresek egy biztonságos nagy anyát, aki vállaljon értem felelősséget, és törődjön, és gondoskodjon, és figyeljen, és hangolódjon rám, és az összes szükségletét hanyagolja el miattam. Az lenne a jó, de ő neki ne kelljen enni, ha én vagyok éhes. Az lenne a jó, hogy úgy én ne lássam, hogy ez neki fáradtság, nem? Ez egy dilemma. Ha nagyon anyát és apát választok, ott lesz biztonság, és vele unalom. Előbb-utóbb unalom. Túlságosan kiszámítható, túlságosan unalmas. Ha választom a szenvedélyt, a vágyat, akkor lesz is. És vele együtt a félelem. Félelem, aggodalom, kiszámíthatatlanság. Itt az élet kaland, ami nagyszerű. Itt meg biztonság, és az is nagyszerű. De egy kapcsolatban nagyon-nagyon művészet, hogy ezt a kettőt mind a ketten szabadon képesek vagyunk adni és venni. Hogy egy olyan nővel éljek, aki tud magas hőfokon szenvedélyes lenni, titokzatos, kiszámíthatatlan és mint egy tündér, és közben pedig mindig jelenlévő anya. Ez mindig oda lehet bújni, csak nyökögök egyet, és már ott van, keblei közé bújtatom az arcom. Na. És azt mondom, nem ocorok, ne, csak így. Most szundizni akarok. Vagy hogy én legyek egy... Azt a férfi részét most nem mondom. Hogy mind a kettő, és csak úgy szabadon, hogy így vagyok, és úgy vagyok, és pont úgy, hogy te szeretnéd. Hát ez lenne a művészet. És most ezt a dilemmát kiegészítem valamivel. Ez a dilemma eleve fönnáll a társkapcsolatban, de hogy a kapcsolatunk, házasság, 5 év, 10 év gyerekek, tulajdonképpen az időnk és energiánk nagy része annak biztosításával és megjelenítésével is eltelik, hogy ház, lakás, gázszámla, villanyszámla, a gyerek, a bölcsi, az óvoda, a hótaposó. Nincs hó, de hótaposónak lenni kell, mert egy rendes anya gondoskodik. Hótaposó. Na. És előszeretettel háttérbe szorul az, hogy férfi és nő, és titok, és szenvedély, és kaland, és ismeretlen, és fölfedezés, és vágy, és akarlak, és gyere ide. Hát hol? Nincs a gyereknek hótaposója. Mi az, hogy gyere ide? Meg vetkőz. Hogy nem? Hát a gyereknek nincs hótaposója. Ha éppen, hogy öltöztetni kéne, nem az, hogy vetkőz.
sok idő és energia megy el ezzel, érthetően. Tehát ez itt egy értékes részünk. Ugye felelősséget vállalunk. A felelősségbe kevesebb szenvedélyt illik bele csempészni. Nem? Ha felelősek vagyunk, akkor az a kiszámíthatóság, megbízhatóság. Ha. Mi lesz ennek a következménye 5-10-15 év múlva? Teljesen természetesen, miközben szeretjük egymást. Ráülök erre a székre. Alább hagy a vágy. A vágy. Alább hagy a szenvedély. Nincs erotikus vonzalom. Csak egy ajtó ki van írva a nevünk. Halljátok-e a párhuzamokat a kiégéssel? Magas ideálok, nekiálltam, nincs annál szebb papnak lenni, orvosnak lenni, teherszállító kisiparosnak lenni. Az, ott volt a szenvedély. Ott volt a szenvedély. A vágy, a kreativitás. Ott volt az élet. És akkor magas ideálok csinálni. És elmegy a vágy és a szenvedély kukutyimban. Ott időzik. És most történik valami, ami az ötödik pontunkkal nagy megegyezéseket mutat. Emlékeztek, ez volt az ötödik pontnak a megnevezése, hogy megváltozik az értékrend. Nem elméletben változik meg, hanem gyakorlatban. És egyszer csak itt vagyok egy társkapcsolatban, 2 éve, 5 éve, 25 éve, 37 éve, és azt mondom, a hűség nagyon fontos. Megbízhatóság, a felelősség. Hát ezekre tettem rá az életem. Orvosként is, férként és feleségként, anyaként erre tettem rá az életem. Ez mondhatom, hogy keresztény vagyok, ja, nyilvánvaló. Csak? Számomra is érthetetlen módon, de minthogyha nem is tudnék neki ellenállni, kialakul egy viszony. A sárga nővel. Amit elkezdünk csinálni, éppenséggel pont ellentétben van áll a saját hitvallásommal. Azzal, hogy hűség, és rendesség, és kapcsolat, és örökérvényű, és... Tudjátok, hát jegyes csoportokat azzal szoktam kezdeni, mert ez a kötelességem. Na, ha kötelesség, csinálom. Na, nem mindig, de most ebből. Az a kötelességem, hogy a jegyeseket fölvilágosítsam a szentségi házasság alapjairól. Én. Miután én kiképzést nyertem ebben a témában, különösebb szívfájdalom nélkül teszem ezt meg, már csak azért is, mert saját nyomorúságommal ilyenkor nem kell foglalkoznom. Már a házastársi konfliktusokra gondolok. Tehát bátran mondhatom, hogy örökérvényű, fölbonthatatlan, hűségre kötelező, gyerekekre nyitott, kölcsönös, szeretett kapcsolat. Na! Hát akkor startpisztoly. És én majd szurkolok. Dehogy is, de, na. Most is azért ugrálok, hogy ne csak szurkoló legyek. És a... Én még olyannal, most körülbelül, ezt mondogatom nektek, 1000 párt eskedtem. 1000 párt. Ez egy félreérthető, tehát nem, na, 1000 párt. Hát ez nem egy politikai nyilatkozat akart lenni, 1000 pártot vagy pár. Szóval, tehát 1000 férfit és 1000 nőt.
ilyen. Most nem vagyok félreértsen, tehát pont ebben a fölállásban mindig, következetesen. És az 1000 párból egyetlen egyszer történt az, hogy amikor elmondtam, hogy örökérvényű, hűség, fölbonthatatlan, gyerekekre nyitott, kölcsönös szeretett kapcsolat, egyetlen egy férfi a 2000-ből tette föl a kezét, hogy maradandó élmény egyébként. Ezt talán el is mondom, hogy mit mondott, mert lehet, hogy titeket is érdekel. Azt mondja, hogy elgondolkozott, azt mondja, de még egyszer? Tényleg ez meg. És akkor én elmondtam még egyszer, hogy örökérvény, hűség, gyerekekre nyitott, fölbonthatatlan, kölcsönös szeretet kapcsolat. Azt mondta, aha. Na a hűség. Most a következőt képzeltem el. A feleségem meg fog hízni. Várj egy picit, Feri, most elgondolom, hogy hol van a határ. Hát van 10 kilónál súlyosabb lesz, mint most, de hájban. Akkor valószínű, egy nagyon tisztességes, egyenes beszédű férfi volt, azt mondom, valószínű, nekem akkor nem fog. Nincs. Ezt mondta ez a férfi. Nem csak ideálok. Egy mentségem, ami ezt nem gyakoroltam, tehát ez most próbáltam valahogy ezt megjeleníteni. Azt mondta, hogy ez fog velem történni. Én ennek a biológiai nem tudásnak nem leszek majd az ura, mondta ő. Ez egy félelem, de benne meggyőződés és sűrűsödött. Most, ha ez így lesz, és én nem fogok vágyat érezni a feleségem iránt, hát én nem állok jót magamért. Kétezer emberből egyetlen egy mondott ilyet. És ő tulajdonképpen egy nagyon fontos realitást fejezett ki. A szenvedély, az erotikus vonzalom és vágy csökkenésének a következményeit, és azt, hogy akkor mi lesz? Ahogyan a kiégéssel kapcsolatban, hogy hát, akkor mi lesz, ha kiégünk? Hát még tudom én, mi lesz? Ma nyomjuk, toljuk, ma... Nem így vagyunk? Hát most majd, hát, miért ne lenne kedvem hozzá? Hát úgy szeretek orvosnak lenni, papnak, miért? Majd csinálom. Hát az a fajta idealizálás és bizonyos szempontból naivitás, ami a kiégéssel kapcsolatban is bennünk élhet, ugyanez az idealizálás és naivitás él itt is. Szerintem nagyon azóta is olyan becsülettel gondolok erre a férfire, hogy ő neki volt ott bátorsága azt mondani, amiben egy csomó realitás van. Most, hogy ő ezt most jól gondolta, vagy nem, vagy lehet-e valamit tenni, erről szeretnék beszélni, csak el fog menni az idő. Szóval, ott tartok, hogy itt vagyok, és azt mondom, hát én vagyok az utolsó, aki azt gondoltam, megcsalom a feleségem. Hát gondoljátok, bármelyikőtök is, hogy én így mentem neki. Hát én szeretem a feleségem. Hát ha most belegondolok abba a fájdalomba, amit okoztam neki, hát rosszul vagyok tőle. Attól a fájdalomtól rosszul vagyok. Csak... Ez a folyamat, megint csak azt mondhatnám, nem föltétlen egy konkrét hűtlenséggel, viszonnyal vagy megcsalással, maga a folyamat ennek az érzelmi, gondolati része
megint csak szinte kikerülhetetlenül megtörténik. Megtörténik. Ha magas ideálok és eszmények, és akarjuk ezt jól csinálni, hát melyik az a tanár, orvos vagy pap, aki beleadja szívét, lelkét, és nem fárad el? Hát hol van ez az orvos? Mondjátok meg a nevét, ha van. Mindig hozzá fog fordulni, éjjel 4-kor. Hát nem, hát ha én akkor vagyok beteg, akkor... Tehát az történik itt is, hogy kiégek férként, és kiégek feleségként. És a kiégettségre tulajdonképpen van egy sokszor nem tudatos válaszom. És itt ezt szeretném mondani, most ez egy másik szék lesz, emlékeztek, hogy nem csak arról van szó, hogy egy másik férfire vagy nőre van szükségem, hanem arra, hogy elvesztettem azt a részem, aki tudott szenvedélyes lenni. Akit vonzónak talált a másik. Hát az is fáj nekem, hogy a férjem nem talál vonzónak. Hát ez szörnyű, hogy így van. Hova lett az a nő, akire úgy nézett a Dezső? Nem az a probléma csak, hogy a Dezső nem így néz rám, hanem hogy én nem találom magamban azt a nőt, akire a Dezső úgy nézett. Hol van az a férfi? Ha! Hát csak hazajövök, már fölveszem a vizet, hát már mamuszom is van. Hát 40 éves vagyok, és kaptam karira most egy mamusz. Hát ebben a mamuszban nem, hát hogy? Hogy legyek Terminátor? Láttatok Terminátoron mamusz? Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy keresem azt a részemet, amikor ez a viszony kialakul, vagy kialakul a vágy és a szenvedély és az erotikus töltés valaki iránt, aki a harmadik, tulajdonképpen ezt az elfelejtett részemet keresem, aki él. És akkor, hogyha picit játszanék ezzel, mert az van benne most, vagy végképp kiégek, vagy a szenvedély tüzével valahogy megint az élők sorába fogok kerülni. Ez megjelenik egy újabb dilemma. Így merül föl. Most vagy végképp ebbe belepusztulok, mert nem tudom, hogy tudnám itt ezt az életet. Nem tudom, hogy kell. Hát az 5. lépésnél vagyok. Hát már és a belső tartalmaim ellent mondanak a saját lényegemnek. Hát hogy jövök én ebből ki? Tehát a viszony azzal a harmadik személlyel nem csak a harmadik szeméről szól, hanem arról a folyamatról, ami párhuzamot mutat a kiégéssel, és közben van bennem egy nem tudatos vágy, hogy egy viszonyon keresztül visszakapjam azt a magam. Megint éljen bennem az a valaki, aki él. Mert itt közben teljesen elégek, kiégek, és végem lesz. Ezért lehetséges az, ugye, hogy fölteszik sokan, akik, hát őről a gondoltuk legutoljára. Micsoda? A Kovács Pista megcsalta a nagy Mariettát. Na hát ezt nem gondoltam volna. Hát azt a nagyszerű nőt, vagy ez a rendes pasi, ha ők nem bírták ki, hát akkor. És itt jön egy téves értelmezés, azt mondjuk, jó, hát akkor ebből az következik, hogy ennek egy ilyen tartós kapcsolatnak semmi értelme. Tehát amit a papok mondanak, hogy örökérvényű hűség, gyerekekre nyitott, kölcsönös szere, hát ez nem működik ma már. Ez ma már nem működik. Nem működött valamikor? Nem. Tehát ezt el kell felejteni, mert hát nem így van. Ez nagyon hasonlatos dilemma ahhoz, mint amikor azt mondom, itt vagyok, és azt mondom, pedagógus vagyok. Hát ugye a pedagógus életpálya modellből tudjuk, hogy van 3 nagyon kritikus korszak. Több is lehet, de 3 általában van. Az első néhány év, mikor történik a legtöbb válás? Az első néhány évben. Mert egy rendszer szintű változás történik. Lelkes voltam, még tanultam, jaj de jó, és egyszerűen találkozok a realitással az osztályteremben.
Lelkes voltam, jaj, de jó, és találkozom az együttélésnek a nehézségeivel, miután gyerek is van az osztályteremben. Mert amíg csak én voltam tanárként, minden jól ment, és tényleg van, jól el tudtam képzelni, hogy hogy mondom el a Pitagórasz tételt. De hogy a gyerekeknek kell mondani, így egész más. Például én elképzeltem, hogy egy nőt hogy érdemes szeretni. Ja, én úgy nagyon tudom, fejben. Csak mikor ott van, akkor valahogy mindig úgy közben jön valami. A nő általában, ő van. Ő mindig útban van nekem, hogy tudjak szeretni egy nőt, ahogy gondoltam. Vagyis az első néhány évben pedagógusként is fölmerül, most maradjak, vagy szaladjak? Most menjek, vagy maradjak? Most menjek, vagy maradjak? Maradjak, vagy szaladjak? Most menjek, vagy maradjak? Ez egy idézet volt. Ez a dilemma fölmerül pedagógusként, és tudjátok, hogy mondják például a pedagógus életpályánál, hogy mikor merül föl a legtöbbeknél ugyanez a dilemma, hogy most menjek, vagy maradjak? Amikor már minden rutinszerűen megy. Ezt mondják a kutatások. Amikor már minden órát négyszer megtartottál, mikor már a negyedik érettségiző csoportod ment ki, amikor már önmagában nincs semmi izgalom, semmi érdekes, semmi kaland, semmi váratlan, semmi új, semmi, csak egyre több a lehetetlen kölyök, de az nem izgalom, akkor fölmerül nagyon sok pedagógusban, hogy ennek semmi értelme. És tudjátok, hogy melyik a harmadik pont? A harmadik pont az, amikor még van 5 év a nyugdíjig. Szóval, na most 5 évet még nem, nem, ez már most sok. Tehát én már 40 évet toltam, szóval el. És hogy, ugye, ahogy mondjuk, kapuzárási pánik, hogy egyszer csak 50 éves férfiak. Mit akarok ezzel mondani? Hogy a helyzet így merül föl nagyon sokféle hivatásban, hogy vagy belepusztulok, tehát kiégek, vagy lehet, hogy az egészet hagyom, és csinálok valami mást. És amikor azt mondom, hogy csinálok valami mást, az nem csak arról a másról szól, hanem erről az önmagamról. Aki tud lelkesedni valamiért, aki úgy érzi, hogy él, hogy jó reggel fölkelni, hogy van értelme annak, amit csinál, hogy tud szenvedélyes lenni, hogy van benne lendület és életkedv, és ezt a valakit keresem, elvesztettem 8 év alatt, hogy tanítottam. De hát ez is én vagyok, nem akarom, hogy elvesszem. Szóval, pedagógusként, orvosként, bárhogy, fröccsöntő kis iparosként. A dilemma fölmerülhet úgy, hogy most menjek vagy maradjak. A társkapcsolatban is ugyanez a dilemma. De az értelmezése nem mindegy. Hogy azt mondom, ha, jó van, még van 3 perc, hogy tulajdonképpen, mikor elkezdtem a saját értékrendemmel szemben csinálni valamit, akkor mit kerestem? Ezt az izgalmas önmagamat. Milyen érdekes ez, azt mondják, hogy a harmadik féllel való kapcsolatban mi az, ami mindig megjelenik, ami általános ismérv. Az egyik, hogy titok, titokzatos, rejtett, ismeretlen. Ez az, ami egy hosszú távú valamiből egészen ki tud menni. Azután érzelmek. Elfelejtik már csak fásultságban. És a harmadik ismérv, erotikus vonzalom. Valami, ami a testemet átjárja. Vagyis élni akarok. De ennek a vágynak, hogy élni akarok, ennek az értelmezése nem föltétlenül az, hogy igen, akkor 5 évenként menni kell, mert az élet ezt kívánja tőlem. Mert az is lehetséges, és a következő alkalommal akkor szeretném pontokba szedni azt, hogy a kutatások szerint mit csinálnak jól azok a társkapcsolatban élők, akik a szenvedélyt képesek megtartani.
Vagyis azt az alapkonfliktust, amiről beszéltünk, hogy biztonság és szenvedély, hűség és vágy, hogy ezt hosszú távon egy személlyel képesek jól csinálni. Erről szeretnék beszélni a következő alkalommal. De ez már művészet. Van benne valami, úgy is mondhatnám, akkor lehet, hogy ezzel fejezem be, hogy az is lehetséges, hogy az önmagammal való egységet újból és újból egy másik személyen keresztül élem meg. Mindig kell egy másik személy, és akkor rátalálok erre az elfelejtett részemre, akkor utána megint csinálunk 5 év, akkor ezt megbiztosítom, hűség él, és utána megint egy másik személy, és így. Néha itt vagyok, néha ott vagyok, és így a személyiségemnek a teljességét megélem. Mindig csinálok 5-6 éves folyamatokat. És akkor abban ez is benne van, meg az is, meg ez is, meg az is, meg ez is, meg ez is. De az is lehetséges, hogy... Most ide rakom ezt a széket. Nem, ez a szék. Hogy a személyiségemben alakulok úgy, hogy képes legyek ezt is, azt is, ezt is, azt is, ezt is, azt is. És az nagy művészet. De ez ugyanaz a folyamat, hogy mit kezdek azért, hogy ne égjek ki. Ugyanaz a folyamat. Mit kezdek 20 éves tanárként, 40 éves orvosként, hogy csinálom azt, hogy maradjon bennem szenvedély, lendület, kedv, de közben kitartás, ha felelősségérzet, megbízhatóság. Haj, nagyon izgalmasnak tartom ezeket a párhuzamokat. Nagyon. És talán az még inkább, hogy majd tudunk arról beszélni, hogy nem könnyű, melós. De realitás az, hogy nem mindig egy másik emberen keresztül csináljuk meg ezt az egységet. Hogy élek, és akkor szép lassan kimegy bennem az élet. Akkor megint munkát váltok, országot váltok, életet váltok, nem tudom mit váltok, akkor megint van bennem élet, megint. Hanem, hogy a személyemen belül meg tudjam ezt csinálni. Nem lehetetlen, csak melós. Megint egy kis munka. Na szóval, jaj, visszakerült a kólám. Most érzek egy együttérzést a kólával. Lehet, hogy megengedem neki, hogy éljen. Nem iszom meg. Köszönöm a figyelmeteket.